Ezeket edd ínyvérzés ellen. Ínyvérzés ellen érdemes speciális fokrémet használnod, de néhány étel is csökkentheti a tüneteket. A felnőttkori fogvesztések döntő többsége nem a fogszúvasodás, hanem az íny problémák számlájára írható. A fogágybetegség, illetve fogínygyulladás első tünete az ínyvérzés, melyet épp ezért érdemes komolyan venned. Milyen élelmiszerek fogyasztása segíthet a problémán? A rebarbara magas oxálsav tartalmából adódóan érösszehúzó és enyhe fertőtlenítő hatással is bír, épp ezért bátran használhatod ínyvérzés ellen. A gyömbér nem csak hányinger és megfázás ellen hasznos, vérkeringés serkentő hatása miatt a gyulladt íny gyógyulását is segíti. Reszelj a reggeli teádba egy kevés gyömbért, vagy ízesítsd vele az ételeket. Fogyassz naponta friss citromot, C-vitamin tartalma és érösszehúzó hatása miatt is segíti az íny regenerálódását. A zöld paprika még a citromnál is jobb C-vitamin forrás. A szabad földön termesztett paprika C-vitamin tartalma akár a 300 mg per 100 g értéket is elérheti. Fogyassz naponta nyers zöldségeket. A rostos, vitamindús étel stimulálja és tisztítja az ínyt és a fogakat. A borsmenta vérkeringés serkentő tulajdonsága miatt jó hatással van a fogínyre. Öblöges rendszeresen borsmenta teával, vagy morzsolj szét két ujjad között menta levelet, és dörzsöld át vele az ínyedet. A sóska, hasonlóan a rebarbarához, szintén gazdag oxálsavban. Emellett sok ásványi só, foszfor, C-vitamin és vas van benne, így az immunrendszeredet is erősíti.